KILENCEDIK fejezet Az utca másik végéről szerén a világosan látta az öbölben mozdulatlanul álló két rabszolgahajót, és közvetlen mögöttük a hajó hajótörőt. Rolf sajnos szintén. Az égbolt világos szürkévé vált, pirkadt. Szerén a fejbólintással üdvözölte a kalózok fejedelmét. Nem akartam bemocskolni a kezem ebben a káoszban, Rolf szája keskeny vonallá szűkült. Vicces, mivel épp öngáncsolta el azt az embert, aki a verekedést kirobbantotta. Szemszelérára merett. A fenébe is, de körmön font ez a lány. Rolf kihúzta a kardját, amelyen sárkány szemek villogtak egyre erősödő fényben. És az is vicces, hogy ön napok óta vitákat provokál, és most hirtelen eltűnik, amikor mindenki valami másra figyel. Szemfelemelte felemelte a kezét. Nem akarunk bajt. Rolf elnevette magát, durva örömtelen hangon. Ön rend, talán nem, de ő igen. Rolf az oldalán lógó karddal egy lépést tett szélén a felé. Ő akar bajt keverni, mióta csak megérkezett. Mi volt a terve? Kincset lopni? Vagy információt? Szelén a szemes arkából valami mozgolódást látott a hajón, mint egy szárnyával verdeső madár, egy sor evező csapódott ki a hajó oldalából. Indulásra készen álltak, és a lánc még mindig fent volt. Ne nézz oda, ne nézz oda! De Rolf oda nézett, és Szelénának elállt a lélegzete, amikor a férfi kémlelni kezdte a hajókat. Szem megfeszült, térde enyhén behajtlott. Megölöm önt, Szeléna száldott ilyen. Suttogta Rolf, és komolyan is gondolta. A lány ujjai a kart köré fonódtak, Rolf kinyitotta a száját, és mély lélegzetet vett, arra készülve, hogy figyelmeztesse társait. Szeléna az egyetlen eszébe jutó dolgot tette, hogy eltérítse ettől. Villám gyorsan a földre dobta a maszkját, és lehúzta a csukjáját. Aranyszínű haja csillogott a sápat reggeli napsütésben. Rolfnak még a lélegzete is elakadt. Ön, ön, miféle trükk Mögöttük az evezők mozgásba lendültek, felkavarták a vizet, a hajók pedig elindultak a lánc felé, és ezzel együtt a szabadság felé. Menj, súgta szelén a szemnek, most. Szem bólintott, mielőtt futásnak eredt volna. A lány egyedül maradt Rolfal, kardját felemelve így szólt. Szelén a szárdott ilyen szolgálatára. A kalóz még mindig meretten nézett rá, arca sápat volt a haraktól. Hogy merészelt így becsapni? A lány meghajlást imitált. Semmi ilyesmit nem tettem. Én megmondtam, hogy szép vagyok. Mielőtt a lány meg tudta volna akadályozni, Rolf felkiáltott. Tolvajok, el akarják lopni a hajóinkat, csónakba, az őrtoronyhoz. Körülöttük ordítozás tört ki, és Szeléna azért imádkozott, hogy szem a kalózok előtt térje el az őrtornyot. A lány körözni kezdett a kalózok fejedelme körül, Rolf ugyanezt tette. Egyáltalán nem volt berúgva. Hány éves? Minden lépése tudatos volt, de Szelénának feltűnt, hogy mindig úgy fordult, hogy a bal oldala védtelen maradt. 16. Nem vette magának a fáradtságot, hogy halkan és reszelős hangon beszéljen. Rolf átkozódott. Harobin egy 16 éves lányt küldött, hogy üzletet kössön velem? A legjobbat küldte. Érezze magát megtisztelve. A kalózok fejedelme mordult egyet, majd támadott. Szelina visszalépett, és meglendítette a kardját, hogy kivégje az ütést, amely a torkát célozta. Nem akarta Rolfot azonnal megölni, csak egy időre vissza akarta tartani attól, hogy utasításokat adhasson az embereinek, és távol akarta őt tartani a hajóktól is. Elég időt kellett nyernie ahhoz, hogy szem tönkre tegye a láncot és a katapultokat. A hajók már majdnem a kikötő torkolatához értek. Rolf ismét támadott. Szerén a hagyta, hogy két suhintás érje a kardját, majd visszavágott. Előre lépett, Rolf pedig hátratán torodott egy lépést. A lány egy percet sem várt. előhozta hosszú vadászkését, és a kalóz melkasa felé suhintott. Mozdulata szándékosan rövidre sikeredett, így csak a férfi tunikájának finom kék anyagát hasította fel. Rolf a mögötte magasodó épület falának esett, de visszanyerte egyensúlyát, és félreugrott, a fejét célzó csapás elől. Szelén a kardja a kőnek ütközött. Bár a kard remegése átterjedt a kezére, nem engedte el a markolatot. Mi volt a terv? Rolf zihálása hangosabb volt, mint a dokkok felé siető kalózok üvöltése. Hogy ellopja a rabszolgákat és megszerzi a teljes profitot? Szerina felnevetett, miközben színlel támladást indított Rolf jobbja felé, de valójában a férfi védtelen bal oldalát célozta meg a tőrével. Meglepetésére a kalóz egy gyors és határozott mozdulattal kivédte mindkét támadását. Hogy szabadon engedjem őket, mondta Szeléna. A lencon és az öböl torkolatán is túl, a horizonton úszó felhők a napkelte színeit öltötték magukra. Mekkora ostobaság! legyintett Rolf, és elterelő manővere ezúttal olyan jól sikerült, hogy Szeléna nem tudta megakadályozni, hogy a férfi kardja ne vágja meg a karját. Forró vér csurgott fekete tunikájára. Felsziszent és pár lépést visszahőkölt. Könnyelmű hiba. Gondolja, hogy 200 rabszolga kiszabadítása bármit is megold? Rolf Szeléna felé rúgott egy törött üveget. A lány oldalra ütötte kardja élével, de jobb karjában fájdalom nyilalt. Az üveg tört. Rajtuk kívül még több ezer rabszolga van. Fel akarja szabadítani kalakulát és távol véget is? Rolf mögött a hajók egyenletes evező csapásokkal közeledtek a lánchoz. Szemnek sietnie kell. A kalóz megcsóválta a fejét. Buta kislány! Ha nem én ölöm meg, majd megteszi a mestere. a figyelmeztetés nélkül támadott. Lebukott, megpördült, és Rolfnak ideje sem volt megfordulni, amikor a lány kardja markolatával a férfi tarkójába vágott. A kalózok fejedelme az utca porába rogyott, és a következő pillanatban egy csomó véres, koszos kalóz fordult be a sarkon. Szelénának épp csak annyi ideje maradt, hogy a csukjáját a fejére húzva remélve, hogy a félhomály majd elrejti az arcát, aztán futásnak erett. Szelénának nem sok időbe tellett, hogy a fél kötekedő kalózokat maga mögött hagyja, csak néhány sarkon kellett befordulnia és megelőzte őket. A karsebe így is lelassította, szem már sokkal előrébb járt, most csak tőle függ, hogy a láncot időben eloldják-e. A dokkoknál kalózok szaladgáltak össze-vissza, bármilyen működő csónak után kutatva. Előző éjszakai sétájának zárásaként a tönkretette a kormánylapátokat minden hajón, még Rolf saját hajóján, a tengeri sárkányon is. Ami meg is érdemelte sorsát, olyan laza volt a fedélzetén a fegyelem, de a kár ellenére néhány kalóz talált éppen maradt csónakot. Beszálltak, kardjaikkal és fejszéikkel hadonáztak, és káromkodva üvöltöttek. A düledező épületek elmosódtak, szeléna körül, ahogy az őr torony felé rohant. Zihálva kapkodta a levegőt, az álmatlan éjszaka most posztulta meg magát. Elrohant a kalózok mellett, akik annyira el voltak foglalva a tönkretett hajókkal, hogy észre sem vették őt. A rabszolgák úgy evesztek a lánc felé, mintha a pokol démonai űznék őket. Szeléna elérte a város szélét. A lejtős széles utcán látta, hogy szem messze előtte fut, és egy sereg kalóz üldözi. Bár a seb lüktetett a karján, kényszerítette magát, hogy gyorsabban fusson. Szemnek már csak néhány perce maradt, hogy eltávolítsa a láncot, különben a rabszolgahajók neki mennek. Még ha sikerülne is az utolsó pillanatban megfordulniuk, éppen elég kisebb csónak lesz úton kalózokkal megrakodva, hogy legyőzzék őket. A kalózoknak vannak fegyvereik. Ezzel szemben a rabszolgák nagyrészt fegyvertelenek, hiába is tekintettek vissza harcos vagy lázadó múltra. Az őrtoronynál megmozdult valami, egy acéldarab villant fel, és szem felrohant a külső lépcsőn. Két kalóz kivont karddal támadt ellene, szem az egyiküket kikerülte, és egy jól irányzott ütéssel leterítette. Mielőtt még a kalóz földre zuhant volna, szem a másik férfi hasába szúrta a kardját. De még mindig ott volt a hajótörő, a két katapult és... És egy tucat kalóz, akik elérték a torony alját. Szelén átkozódott. Még nagyon messze volt, lehetetlennek tűnt, hogy időben odaérjen és eloldja a láncot. A hajók neki mennek, mielőtt odaérne. Megpróbált nem törődni a fájdalmával, csak a légzésére figyelt, és futott tovább, úgy, hogy a tornyot egyetlen másodpercre se veszítse szem elől. Szem, aki továbbra is csak egy apró pontnak látszott a távolban, elérte a torony tetejét, és a széles kőfelületet, ahol a lánc ki volt kötve. Még innen is látszott, hogy milyen hatalmas. Amikor körbefutotta, neki esett, és megpróbált a hatalmas emelőkart megmozdítani, de ekkor mindkettejük számára világossá vált a szörnyű valóság, hogy szelén a figyelmen kívül hagyott egy döntő fontosságú tényt. A lánc túl nehéz volt ahhoz, hogy egyetlen ember meg tudja mozdítani. A rabszolgahajók már nagyon közel voltak. Olyan közel, hogy lehetetlen volt megállítani őket. Meg fognak halni. A rabszolgák nem hagyták abba az evezést. Egy tucat kalóz rohant fel a lépcsőn, Szemet kiképezték rá, hogy egyszerre több emberrel harcoljon, de hogy egy tucattal. Miért kellett Rolfnak és az embereinek feltartani őt a pokolba? Szem a lépcsőre nézett, tudta, hogy a kalózok bármelyik pillanatban ott lehetnek. 400 méter távolságból szerén a mindent alaposan megfigyelhetett. Szem fent maradt a toronyban, egy szinten mélyebben egy kiszögellésen a tenger felett állt két katapult. Az öbölben a két hajó gyorsított, szabadság vagy halál. Szem leugrott az alatta lévő kiszögellésre, és Szeléna meghökkenve figyelte, amint nekifeszült az egyik katapultnak, és csak tolta, 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 amíg a katapult el nem fordult, nem a tenger irányába, hanem a torony felé, a felette lévő kőfal felé, ahol a lánc volt kifeszítve. Szeléna megigézve figyelte, hogyan állítja a katapultot a megfelelő pozícióba? A szerkezet már meg volt rakva szikladarabokkal, és a felkelő nap fényében a lány felismerte szorosan kifeszített kötelet, amely a katapult rögzítésére szolgált. A karózok már majdnem egy vonalba értek a katapulttal. A két hajó egyre gyorsabban haladt, és már olyan közel járt a lánchoz, hogy az árnyékot vetett rájuk. Szeléna visszatartotta a lélegzetét, amikor a kalózok kivont fegyvereikkel a katapult talpazatára özönlöttek. Szem felemelte a kardját. A felkelő nap fényében a penge úgy ragyogott, mint egy csillag. Figyelmeztető kiáltást tört ki Szelénából, amikor az egyik kalóz kése a fiú felé repült. Szem előrehajolt, és a kardját a katapult kötelébe szúrta. A katapult olyan gyorsan oldódott el, hogy Szelén alig tudta követni. A sziklatömb a toronyba vágódott, szézzúzva a követ, fát és fémet. A szikla szétrepett, pólfelhő emelkedett a magasba. A lánc az egész öbölben visszhangzó dübörgéssel oldódott el, horgonyjal együtt a torony falából. Onnan, ahol Szeréna utoljára látta szemet. A lány végre elérte a tornyot, és onnan figyelte, hogyan húzzák fel a rabszolgahajókon a fehér vitorlákat, hogy azok hogyan világítanak az aranyló napsütésben. A szél a vitorlákba kapott, és villámgyorsan kiutatta a hajókat az zöböltből a, a nyílt tengerre. Mivel a kalózok megjavítják a hajóikat, már nem érhetik utol a rabszolgákat. Szelén a imát mondott értük, hogy minden jól menjen és biztonságos kikötőt találjanak szavait szárnyára kapta a szél. Amikor egy ciklatömb a földre esett mellette, kihagyott a szívverése. Szem. Szem nem lehet halott. A kés, a tucat kalóz és a katapult ellenére sem. Nem. Szem nem lehet olyan ostoba, hogy megölesse magát. Ha meghalt, akkor ő... Akkor... Akkor ő megöli. Szerén a figyelmen kívül hagyva sajgó karját kivonta a fegyverét. És épp azon volt, hogy beroncson a félig lerombolt toronyba, amikor kést érzett a nyakán. Megdermett. Én maradnék, suttogta Rolf a fülébe.